Ma délelőtt elkezdődött a magyari napok tényleges szakmai része. A tegnapi koszorúzások után ma délelőtt megtartották a konferencia hivatalos megnyitóját, melyen visszaemlékeztek Magyari Zoltán életére és munkásságára, hiszen a közigazgatás tudomány iskolateremtő tudósának életműve még ma is kiválóan használható. Évek óta Tata ad otthont Magyari Zoltán nevével fémjelzett közigazgatási jellegű konferenciának. A Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság volt a főszervező hosszú ideig. Nagyon nagy öröm, hogy a közszolgálati egyetem is beszállt ebbe a szervező munkába, és hát a város pedig folyamatosan ott volt a rendezvények mögött, és segítettük. A hatalmas tudás és az a hatalmas erkölcsi magasság, amit Magyari Zoltán ennek a nemzetnek az építésében a két háború között végbe tudott vinni, az egy olyan életmű, amiből hosszú-hosszú évszázadokig is akár élhet a magyar közigazgatás. Nekünk az a feladatunk, hogy azt a tudást, amit ő ránk hagyott, azt átfordítsuk a mai világ nyelvezetére egyrészt, másrészt pedig mai világ körülményeiben a lehetőség szerint azokat az elveket minél jobban megvalósítsuk. Mi kicsiben itt Tatán szintén ezt próbáljuk meg megtenni. A konferencia tatai programja a közigazgatás korszerűsítésének helyi és megyei tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében címet kapta. Az elmúlt 4 év változásairól és tapasztalatairól tartottak előadásokat. Úgy alakult az idei program, hogy magyari napokká alakult az eddig egynapos rendezvény. Fontos számunkra, hogy tavaly országossá vált először a rendezvény, ugye az is egy nagy ugrás volt számunkra. Most pedig magyari napokká változott, ami azt jelenti, hogy tegnap a koszorúzás megtörtént már, azokról a belső változásokról, szervezési változásokról, konkrétan a járások újra megjelenéséről, újra alakításáról, a mai modernebb körülmények, illetve a mai igényeknek megfelelően. Ez a konferencia tartalma, és erről fognak majd a megyei kollégák beszámolni, és ezzel együtt eszmét cserélni.